kivon, elhoztuk Szent Márton püspök asszonyt. Azt nem mi kásztük, és nem is mi végezzük. Úgy szaporodjanak a disznók, tának jók, ha a nyága maga van annak. Tűntek el a néped ragyogó sugára, ne várd napja legyen szívünk fiksával. Vigyal legyen pártom, hogy jobb kárzád legyen, hogy ne érjen téged semmiféle szégyen. Pártok forrából mindenki részt vegyen. Hozd el Isten Szent Márton vasárnapját, hogy a pásztor mulathassa ki magát. 2012. november 9-én, két nappal Márton napja előtt, egy hagyományos lakodalmas játékot láttunk a gyermekek és a felnőttek részéről egyaránt. Azért gondoltam, hogy összekeverni úgymond a felnőtteket a gyermekekkel, hogy a gyermekek érezzék és lássák, hogy nem azért már tanítani, vagy valamelyik felnőtt kötelezi őket valamire játszani, hanem a felnőttek misztériumából, a felnőttek világából merítik az utánzásukat. Mit kerülik a mi házunk tája? Hallottuk, hogy jó mulatságban, azt gondoltunk, hogy bírjadunk hozzátok. Megszavarták játékunkat, nem mehetnek tovább. Mit írtél a videó, aki kérdésen játszó gyermekeket érzed? Hát a három próba. Három próba? Hármat. Hármat? Egy nem áll. Nem. Melyikre van szükségetek? Hármunk kezünk. Az összetre. Az összetre. Azok a cifra szövegek, azok a forgatagok, az illetlenségek, az illőségek, amelyeket annak idején a mennyegző napján a felnőttek játszottak, a gyermekeket utánzásra késztették, és meggyőződésem, hogy azok a gyermekek, akik a hagyományokban nőnek fel, azok szívesebben jönnek haza, akkor is, ha elmennek. A jövő a mi kezünkben van, s ha mi felnőttek nem értsük meg, hogy a gyermekeink olyanok lesznek, holnap, amilyenek ma vagyunk mi felnőttek, akkor elég nagy baj elé fogunk nézni. Felkérem, kedves urak, gyermekekért felelős felnőttek, hogy úgy varázsolják ide a valódi, de nem igazi lakodalmat, hogy ebből a misztériumból a gyermekek annyit kapjanak, hogyha felnőnek és elmennek Felső Csernátonból, találják meg a visszafelé vezető utat. Ma összegyűltetek, hogy az ifjú párnak esküvőjén ti is részt vegyetek. Eljöttetek hozzánk, velünk ünnepelni, ezen a szép napon velünk együtt lenni. Megkért vőlegényünk beszéljek helyette. Mondjam el, hogy mi van ma az ő szívében. A szíve beszélne is, de az ajka néma, hiszen ma indul el ő a válaszútra. És néki a napszent, amelyre elindul, hogy párja kezét fogva oltár elé álljon, hol örökös hűséget fogadnak egymásnak, hol a boldogító igen, elmondják az ajkat. Nem csak az ajkuk, a szívük is essugja, hogy ez legyen életük legboldogabb napja. Ebben a reményben kérjük a Jóisten, hogy tegye boldoggá páros életüket. De mielőtt ez útra elindulunk, kérem hallgassák meg néhány szavaimat. Édesanyám, gyengén fölneveltél, igaz uton járni eddig vezéreltél, hogy boldogát tegyél, arra törekedtél, és mint önmagadat engem is szerettél. Köszönöm, jó anyám, ezen szívességet, kísérje is áldás minden lépésedet, hogy én még sokáig friss jó egészségben, örömed lehessen fiad örömében. Becsületre méltó jeles gyülekezet! Férfi és asszonyrendből való felekezet, kiket a szeretet ide kötelezett, halljon szót valaki, aki ide érkezett. Halljon szót Ádámnak minden maradéka, akit befogadott a gazdánk hajléka. Ádámot az Isten, mikor teremtette, a szent házasságot még akkor szerezte. Egy oldala csontját Ádámnak kivette, abban Éva asszony mellé készítette. Maga volt a őfi az Agát királya, amit írja Mózes szent históriája.
Bátran előadja, bárki is próbálja. Drága édesanyám, könyvben gurult szemem is a te jóságodat elmetelek. Hisz úgy neveltél jóságos szíveddel, hozzád fordulok élő mély tisztelettel. Jóságos szívedét áldjunk meg az Isten. Minden lépésedben neve hallgatjuk. Emlősből tápláltál, minden rossztól osztál, ó drága jó anyám, bocsáss el engem egy lányodat. S ha megbántottad a Jézus szent nevére, kérlek, bocsáss meg az ecsvedére. Az Isten fizesse meg a te jóságodat, velem elkövetett sok fáradtságodat. Ezekért az Isten áldjon meg téged, szent országába vegye fél lelked, és éljük ott dicsőségben, örökkös örökké, mikor eljön életednek utolsó óráj. Kedves testvéreim, ide figyeltek! Köszönöm az irántam igaz szeretetet! Ne hagyjuk el egymást, összeforrult szívünk, hogy az életben mi ma szép emlékezünk. Viseljük gondját öreg szüleinknek, kik az utunkba annyi boldogságot innek. Bunaére ők a sővilágban, áldjon meg az Isten testvéreim szívemből kívánok. Nekem van, nincs. Neked nincs. A mennyasszonynak egy van, a majomnak kettő. S a vőregénynek sincs. Nem biztos, hogy a vidékre jellegzetes, de hogy a háromszékre, és felső háromszékre jellegzetes egészen biztos, és igen, a szövegek úgy alakultak ki, hogy volt jelentésük annak az egy szónak, annak az egy mondatnak, a tartalma mögött jelentése volt. És amikor eljátszották a mennyasszonykodást, a vőlegénykedést, és mindig arra illetlenkedtek, utaltak a szaporodásra, mindenféle mondatban és szóban arról van szó, hogy a nemzetet fenn kell tartani. Thank you.